és az erdélyi magyar nemzeti vállalása részéről bátorítom megint ezt az első alkalmat. Még mielőtt neki fognak említeni, ezt szeretném mondani néhány szóban, hogy mi is az, amit ti most részt vesztek. Megvizsgálva a mai társadalmat, és főként a fiatalságot, rájövünk arra, hogy egy elnemzettelenedés van folyamatban. A gyökerektől, a hagyományoktól, a nemzeti identitástól és a maradandó értékeinktől a eltávolodás. Az a nemzet, amely nem ismeri a múltját, annak bizonytalan a jelene és nincs jövője sem. Mi azt szeretnénk, hogyha mi itt együtt most felfedeznénk ezt a múltat, felfedeznénk identitásunkat, maradandó értékeinket, azokat az értékeket, amelyek mindig is segítették ezt a nemzetet élni és túlélni, hogyha felfedeznénk azokat a hibákat is, amiket elkövettek elődeink, hogy mi ne kövessük önöket újra és újra, és felfedeznénk a büszkeséget, csupán csak azért, mert ennek a nemzetnek a része vagyunk. A mi célunk ezzel a történelem órával az, hogy ne ennek a profitorientált társadalomnak egy képéken gyúrmái vagy masszái legyetek, amiből azt gyúrnak, azt formálnak, amit akarnak, és ez nem lehet más, mint egy asszimiláció váró, felszíni értékekkel rendelkező egyének és tökéletes fogyasztók, hanem mi azt szeretnénk, hogyha ti erős egyéniséggel, erős identitással rendelkező egyének lennétek, akik képesek megálmodni és megteremteni saját jövőjüket. Egy tengerész mondásra folytatnám, azt szokták mondani, hogy nincs kedvező szélirány, hogyha nem tudod, hová mész. Én tovább vinném ezt a gondolatot, és azt mondanám, hogy de hát honnan tudjuk, hogy hová megyünk, ha nem is tudjuk, hogy honnan jöttünk. Mi azt szeretnénk, hogyha ezáltal a történelmi óra sorozat által rájönnek, hogy honnan jövünk, és ez nektek az egyéni életetekben is segítséget nyújtana abban, hogy merre is mentek, és megtaláljátok a jövőmányzatokat. Nagyon röviden ez a rendhelyi történelmi óra lényege, de ez majd reményem szerint majd letisztul és kikristályosodik a továbbiakban. Hogyan képzeltük mi ezt el? Először is előadás sorozatokkal, de nem egy egyszerű történelmi órára van itt szó, hanem megpróbáljuk ezt minél érdekesebbé, élvezhetőbbé, interaktívabbá, érthetőbbé tenni. Amint látjátok, már az első adáson hoztunk itt fegyvereket, fegyverbemutató lesz, fegyverszemléltető és egy kisebb fegyverbemutató. Ez az előadás sorozat 13 előadásból fog állni. Terveim szerint minden hónapban egy előadást tartunk. Ez az első előadás, az eredet és a honfoglalás. És hogy az időben előre haladunk, érintjük majd a magyar történelem fő mérföldköveit. Felsorolok néhányat, ilyen például az Árpádház, Hunyadi ház, Királyi Magyarország, Mohács, 48, Dualizmus, Trianon, 56, stb. Ugyanakkor továbbiakban terveimben szerepel táborok szervezése, nyári táborok szervezése és kirándulások szervezése is, azokra a fő történelmi helyszínekre, amelyek fontosak számunkra. Kiknek köszönhető mindez? Hát először is vele kezdem, ő tartja az első adást, köszönhetet tartozom Kolozsvári Szilárd barátomnak, a Pedagógiai és Nyíla Liceum történetanárának, Benedek Zsoltnak, a Rákóczi Szövetség Maros megyei elnökének, Kali István barátomnak és kollégámnak, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei alelnökének. Tovább köszönetet tartozom a Kerecsensúlyon Hagyományhoz Egyesületnek, akinek a jó voltából ma a fegyvereket megtekinthetjük. Ezen belül is kiemelten Tűgyesi Szabolcsnak és Magás Leventének, a Stúdium Alapítványnak, és leginkább köszönetet tartozom nektek, ahol itt vagytok, eljöttetek, hiszen mindez értetek, és miattatok jött létre, kelt életre. Én megköszönöm a figyelmet, nem is szaporítom tovább a szót, és átadom neked, Szilárd, hogy tartsd az első előadást. Köszönöm.
Tehát a Lori barátom inspiráló szavai után mindenkit üdvözlöm, és remélem, hogy valamivel rendhagyobbá tehetjük ezt a történelem órát idézőjelbetéve, mint ami általában az iskolában van. Tehát ahogy elhangzott, az első előadás, ami ma erre fog hangzani, az az őseink eredetéről és a honfoglalásról lesz szó. Kezdeném azzal, hogy egy kérdéssel, hogy hogyan is keressük meg az ősmagyarokat. Tehát milyen módszerekkel tudjuk feltárni azt, hogy honnan származunk. Ez nagyon nehéz. Ugyanis a mai magyar történetírásban Magyarországon is nem csak, tehát a Kárpát-medencében is egyáltalán a magyarok élnek és a magyar történelemmel foglalkoznak, nagyon sok elmélet van, és vannak logikusabbak, de vannak nagyon elrugaszkodott elméletek, amiknek sokszor persze nincsen elég alapja. Ez a része a magyar történelemnek nagyon megosztó, ugyanis először is a többség, a társadalom többsége a magyar társadalom, tehát itt most a Kárpát-medencei társadalomról beszélek, keveset, vagy nagyon hiányosan, vagy elég csalóka dolgokat tud az ős történetünkről, és a honfoglalásról is. Először is azzal kezdeném, hogy két nagy elmélet van arról, hogy honnan származunk. Az egyik a finnugor elmélet, ami többé-kevésbé még mindig hivatalos elmélet. A másik, amit azért elfogadnak nem hivatalosan már lassan, az a hun-magyar feltételezett rokonság. Ezt a szót, hogy feltételezett, és valószínű, ezt ma nagyon sokszor fogjátok hallani, mert nincsenek, vagy nagyon kevés bizonyíték van ezeknek az elméleteknek az alátámasztására. Ezt akkor nézzük meg, hogy az őstörténet mivel foglalkozik, és melyik az a három dolog, amivel lehet kutatni a magyarság őstörténetét. Ezek a következőek. Az iratlan hagyományok, vagyis a nyelv és a néphagyományok, néptánc, népzene. A második a tárgyi emlékek, tehát a régészeti leletek, fegyverek, érmék, kövek, kőhas, mutatjuk így röviden. És a harmadik, ami valószínűleg a legmegbízhatóbb, az írott források. Na és akkor nézzük meg ezeket az elméleteket. Tehát először is vesszük az iratlan forrást és a nyelvet, amire nagy hangsúlyt fektett sajnos a magyar őstörténet kutatás, a nyelvészet pontosabban. Tehát a finnugor elmélet maga az abszolút a nyelvre alapozik, és eléggé matematikai elvek alapján próbálja meghatározni a jelenből, visszavetítve a múltra, tehát elméleteket próbál, íróasztal mellől próbálja bebizonyítani több ezer év történelmét. Mi is ez a finnugor elmélet? Röviden, a gyengébbek kedvéért, mert magyar órán tanuljátok egyesek. A lényeg mi? Tehát Krisztus előtt a 4. évezredben az Urál-hegység nyugati részén létrejön egy nyelvközösség, ezt nevezzük finnugor nyelvcsaládnak. Ez a finnugor nyelvcsalád, ez fejlődik tovább, Krisztus előtt 2000-ig több ágra bomlik, és az egyik ilyen ág persze a magyarság, tehát ez szerint az elmélet alapján, vagyis ez az ugor ág. A másik az a finn permi ág, oda tartoznak a mai Oroszország területén élő kisebb népecskék. Na és persze a magyarság kiválik az ugor ágból, és eljut a Kárpát-medencébe. Tehát mondhatnánk, hogy ez egy olyan elmélet, amely a tojástól eljut a rántottáig. Tehát egy nagyon egyenes vonalú elmélet, ahol semmi bezavaró elem nincsen. Hát jó, bizonyos történészek elfogadják azt is, hogy török hatás van, tehát nem a mai törökökre értjük ezt a dolgot, hanem a török népekre, a türk népekre. És ez a török hatás által a magyarság átveszi az életmódját, amit tudunk. Tehát a lovas, harcos, nomád, jurtában élő, kumisztivó életmódot, de ettől függetlenül finnugor. Tehát csak külső hatásra veszi át ezt az elméletet. Tehát a rokonaink, lehet, hogy fogalmaznak a finnugor elmélet előzőig, nagyon halszagúak, mert a finnugor népek azok általában gyűjtögető, halász, vadász népek voltak, és most is nagyjából azok azért. Tehát ez a finnugor elmélet. Na, de akkor nézzük meg, hogy
mi a helyzet vele, mi a hibája, és a másik az, hogy hogyan került a magyar történettudatba. Tehát azt tudjuk, hogy a magyar történet írásban és a magyar öntudatban évszázadokig létezett a hun-magyar leszármazás. Ezt tudjuk sok, tehát több forrásból, tudjuk ezt Anonymus, Kézai Simon, Csodaszarvas mondta, tehát ez benne volt a magyarságban évszázadokon keresztül. És hip-hop a 19. században villámcsapásként megjelenik a finnugor elmélet. Na de hogyan kerül be a magyar történetírásba, és főleg miért? Először is 1770-ben egy csillagász, egy magyar csillagász, Herr Miksa elindul éjszakra, mert sokkal könnyebb vizsgálni a csillagokat, a vékonyabb légkör miatt, tehát most nem részletezzük, de vele utazik egy szerzetes, Sajnovics Jenő, aki észreveszi, hogy a magyar nyelv hasonlít a lap nyelvre, meg a finn nyelvre. Ő azt mondta, vagy ő fogalmazott, hogy ugyanaz, persze nem lehetett ugyanaz, ez egyértelmű, mert a szláv nyelvek között is van különbség, pedig rokon népek. Na de ő látni véli, hogy itt van valami hasonlat. És tényleg van is hasonlat, ezzel semmi gond nincsen, csak az nem biztos, hogy ezáltal meg tudjuk azt állapítani, hogy a magyarság ebből még belünk rokon, genetikai szempontból legalábbis. Ezt az elméletet tovább folytatja 1774-ben egy Prai György nevezetű jezsuita szerzetes, aki már beépíti az elméletbe a hun mondát, tehát ő nem felejti azért, hogy még van ez a hun elmélet, és létrehoz egy ilyen hármas elméletet, a finn-hun-magyar elmélet. Jó, utána jön a 19. század, na ekkor ez az a pillanat, amikor a finn-ugor elmélet megkövesedik a magyar történetírásban. Ezt köszönhetjük két német származású magyar történésznek, Hunfalvi Pálnak és Budenz Józsefnek, akik a német őstörténeti módszertant alkalmazzák. Tehát a német történetírás azt mondja, hogy van egy indogermán nép Európában. Hogy jött ez létre? Jöttek a keleti indó, európai népek, voltak a germán népek, összeolvadtak. Jó, hát akkor ez nálunk is így van, voltak a keleti ugorok, nyugati finnek, összeolvadtak, meg van a finnugor. Ezt a szót, hogy finnugor, ezt ők alkotják. Tehát ez egy mesterséges szó. Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy ők egy jelenkori állapotot vetítenek vissza egy több évezredes állapotra, nyelvészeti szempontból. A másik dolog, hogy a finnugor, ez a szó, hogy finnugor, vagy finnugor terminológia, ennek sem történetileg, sem régészetileg nincsen, tehát nem tudjuk megalapozni. Ugyanis, ha létezett volna egy ős nyelv, amit finnugornak nevezünk, akkor az valószínűleg, hogy valamilyen formában meg is maradt volna, és nem vált volna szét többre. Tehát itt most behetjük példának a latint, vagy a germán népeket, vagy a szláv népeket. Tehát ezek megmaradtak szépen, főleg a latin nyelv, nem is beszélve arról. Jó, a másik dolog, honnan feltételezhetjük, hogy a finnugor elmélete bajok vannak? Nem azt mondtam, hogy helytelen, csak azt mondtam, hogy bajok vannak. Ez az 1055-ös Tihanyi alapító levélnek a latin szövege, amiben megtaláljuk az első magyar szöveget, ez a bizonyos Fehérváru Real Mene, Hodi Utu Real, gondolom azért valakit kismert a magyarból tanítják. Tehát ez az első magyar rész, szövegrész. Tudjuk azt, hogy ekkor milyen helyzetben volt a magyar nyelv, de azt nem tudjuk, hogy ebben a korszakban, a 11. században milyen állapotban volt a osztják, vagy a többi finnugor nyelv, és nem tudjuk összehasonlítani. Ez megint probléma, mert nincs egy hasonlítási alap a két nyelv között, pontosabban a magyar és a többi finnugor nyelv között. Tehát itt már logikai problémák merülnek fel. Jó. A László Gyula magyar történész és régész volt, aki pár jó dolgot megfogalmaz ezzel kapcsolatosan, pontosan a logikai dolgot, mert mondom, nem lehet itt nagyon sokra visszamenni. Tehát ő mondta azt, hogy a finnugor elmélet az nem volt, hanem lett. Tehát hozzá létrehozták azért, hogy megmagyarázzanak bizonyos dolgokat. Mit mond László Gyula?
Azt, hogy északon, tehát Észak-Európában, egy pillanat, hát igen, a finnugor elmélet bemutatása, tehát ez egy hagyományos magyar történelmi térkép, vagy valamelyik történelmi tankönyvből. Amit látjuk, ez itt, ez a becsíkozott terület, ezt tartják a finnugor népek őshazájának. Tehát ez egy nagyon északi terület, ha megnézzük Norvégiával, Svédországgal, meg mindenféle hideg területtel egy síkon van. Na és akkor mit mond László Gyula? Azt mondja, hogy az elmélet az, hogy itt történt egy túlnépesedés, és a túlnépesedés miatt ezek a népek elkezdtek kifele vándorolni. Többek között ez a piros nyílezik, mi vagyunk. Na de, most akkor kezdünk gondolkodni logikusan. 5-6 ezer évvel ezelőtt ezen a területen kb. Ugyanolyan hideg volt, mint most, hanem hideg. Tehát egy olyan helyen, ahol hideg van, az életkörülmények rosszak, vagy nem annyira jók, akkor bajok vannak, mert nem fog az ott túlnépesedni senki, meg ki akar ott élni. Ez az egyik. És a másik, hogy az a terület, az limitált, tehát korlátozott életkörülményekkel jár. Tehát egy család nem fog 5-6 gyereket csinálni a nyomorra, hanem meggondolja, hogy itt azért az, hogy levadásztuk-e fogát, lehet, hogy az 2-3 gyereknek elég, vagy egy, mit tudom én, akármilyen rénszarvast. És ebben ezért nem lesz túlnépesedés. Tehát itt van a helyzetnek az első logikátlansága. Tehát nem fognak azok a népek onnan elvándorolni ennek a hatására. Jó? Tehát itt a lényeg az, hogy látjuk, hogy elvetjük bizonyos szempontokból a finnugor elméletet, de ha elvetjük a finnugor elméletet, akkor fel kell tegyük azt a kérdést, hogy miért vannak még a magyar nyelvben finnugor szavak? Mert vannak, és ezt el kell fogadjuk, hogy eléggé nagy százalékban vannak a magyar nyelvben finnugor szavak. Nem vagyok nyelvész, nem tudom pontosan, de elég sok van. Hogyan magyarázzuk ezt? Életszerűen. Tehát eddig az elméletekről beszéltünk, most egy kicsit azért logikusabban nézzük a dolgokat. Mit jelent az, hogy életszerűen? Tehát logikusan nézzük meg, hogy akkor hogy kerülhetett be a magyar nyelvbe ennyi finnugor szó. Az egyik elmélet az, hogy létezhetett egy uráli, dél-uráli, tehát itt van valahol az Urál egység, itt lehetett egy közös ős nyelv, vagy inkább úgy nevezzük, hogy közlekedő nyelv. Mit értünk ezen a közlekedő nyelven? Azt, amit most az angol például, vagy ami a középkorban a latin volt. Tehát létezett egy nyelv, amit mindenki ismert, mert kellett ismerni ahhoz, hogy egymással kommunikáljanak az emberek. Na és persze átvettünk, és fogunk átvenni, a magyar nyelvben is persze vannak latin eredeti szavak, meg minden más nyelven, ne beszéljünk az angol nyelvről, amelyben nagyon sok latin eredeti szó van, azt is mondhatnak, akkor az angolok latinoktól származnak. De nem, ez azért van, mert ez egy közlekedő nyelv, amivel átvették a dolgokat. Na és akkor ezzel lehet magyarázni, félig meddig mondom, valószínűleg, megint oda teszem, az, hogy a magyarban vannak finnugor szavak, hogy a köznyelv, vagy a közlekedő nyelvből átkerültek szavak. És a másik, hogy ezen a területen, tehát ezt azért a hun-magyar elmélet is elfogadja, hogy valahol itt volt, vagy egy kicsivel keletebbre a magyar őshaza, és ez, tehát főleg, hogy közel vannak a finnugorok nagyjából, akkor biztos, hogy több száz év alatt csak átkerültek szavak és kifejezések. De ez nem azt jelenti, hogy genetikailag is rokonok vagyunk. Tehát mi itt a végkicsengése a dolognak? Az, hogy nyelvészetileg nem lehet meghatározni, hogy egy nyelv, vagy egy nép honnan ered. Oké, a nyelv az valamilyen szempontból finnugor, de a genetika, a hús, vér, csont fogalmazza kicsit sarkítva, az nem biztos, hogy finnugor, sőt, nagy százalékban lehet állítani, hogy nem az. Tehát már a modern, a mostani magyarországi történészek, genetikusok azért ezt már elvetik. Vagyis a végkicsengése, hogy nyelvvel nem lehet meghatározni azt, hogy honnan származik egy nép. Főleg egy olyan nép, mint mi, akinek az őstörténete nagyon kötbevész. Tehát ez a helyzet a finnugor elmélete.
De hozhatnak egy másik hasonlatot is, például, ha az ember kezébe vesz 6 darab levelet, falevelet, akkor abban 6 darab falevelet, hogy megállapítom, hogy milyen fáról van, de azt nem tudom megállapítani, hogy az a levél a fának melyik ágáról volt, a lentiről, vagy a fentiről, vagy az a fának a törzse hogy nézett ki, vagy a gyökerek merre mentek el, annyit tudok, hogy az törzs levél. Kész. De hogy honnan, melyik ágról származik, azt nem tudom. Ugyanígy van a mai nyelvekkel is, mai finnugor nyelvekkel is, vagy legalábbis annak állított finnugor, hogy igen, most tudjuk, hogy hasonlóság van, de hogy mi volt ezelőtt 4000 évvel, azt csak feltételezhetjük. Jó, tehát ez a finnugor elmélet. A másik fontos elméletünk az a hun, vagy a hun-magyar rokonság, amit előszeretettel állítunk, mert hát ki ne lenne büszke egy ilyen kemény népre, mint a hun, aki végigpusztította Európát és a dicsőséges római birodalmat térre kényszerítette, tehát mondhatjuk azt is, hogy a korabeli Európát végig pofozták a fiúk, mert tényleg erősek voltak. És hasonló volt a fegyverzetük ahhoz, amit ott láttunk. Már ez a másik dolog, amiért rokonoknak is tartjuk magunkat. Na de, itt a történészeinknek megint problémája van, hogy honnan induljanak el. Mert azt tudjuk, hogy létezik egy hun mondakör és egy hun hagyomány a magyar nép körében. Ezt a hun mondát ezt nem igazán tudjuk bebizonyítani, hogy létezett, de a hun hagyományt azt azért tudjuk. Vagyis hát most is tudjuk, hogy bennünk van ez. Ez az etnikai része, tehát a magyar népnek az a gondolkodás mondja, hogy ő hunoktól származik, vagy egyáltalán rokon a hunokkal. A másik része az az uralkodó család. Vagyis hogy Álmos úgy jön be Anonymus szerint a Kárpát-medencébe, hogy visszafoglalja Attila örökét. Tehát Álmos azt állította magáról, hogy ő tehát Attila nagy királynak, ahogy ők fogalmaznak, a leszármazottja. Ebbe valószínűleg van valamilyen történelmi igazság is. Na de, a hun monda, tehát honnan vetjük a hun mondát, egy elméletünk van rá, az a csodaszarvas mondája, amit gondolom azért mindenki ismer, hunor magor vadászata, tudjuk, na és az egyikből lesz a hunok, a másikból lesznek a magorok. Kírja ezt le. Először Kézai Simon krónikás, 4. László Árpádházi király krónikása írja le 1280-ban a magyarok történetében, és ő említi meg először ezt a mondát. Na már most, akkor feltehetjük azt a kérdést, hogy Kézai Simon vagy kitalálta az egészet, és egészen nagyon jó fantáziája volt, vagy külső forrásból kapta, tehát nyugati forrásból hallhatta, hogy van egy ilyen elmélet, és a harmadik, ami a legelfogadhatóbb, az, hogy ez már rég benne volt a magyarságnak vagy a magyarságnak a tudatában, szájról szájra terjedő, mondhatjuk úgy, hogy mesékbe, legendákba. Tehát valószínűleg, hogy Kézai, ezt az utóbbit kell azért állítsuk, hogy Kézai az otthoni, a saját dolgait hallotta, és ezt írta le, amit hallott a néptől. Na már most, ezáltal azt is állíthatjuk, hogy ez azért sokkal elfogadhatóbb, mint ha a külső hatásra vette volna. Miért? Mert ez a csodaszarvas mondom már évszázadok óta létezett, és persze ebben mesésen van leírva az egész dolog, de a mostani magyar történetírás és történetírók egyre jobban hajlanak arra, hogy a hagyományokat, tehát néphagyományokat, néptánc, népzene, népmese egyre jobban kell kutatni, mert ott van igazán elrejtve az, hogy honnan származunk valószínűleg. Tehát a nép azért emlékezik, és a népnek mindig vannak közös emlékei, amiket azért nem szabad félredobni, úgy, ahogy a történetírásunk csinálta az utóbbi 200 évben, 19.-20. században. Na, a másik dolog, amiért bizonyíthatjuk, hogy a hunokhoz közünk van, tehát valami rokoni kapcsolat van köztünk, az a hun birodalom. Tehát az, amit látunk itt a térképen, ez Attila birodalma,
látjuk, hogy a mai országokkal rávetítve jobban érthetővé váljon, de ha keletre nézzük, akkor látjuk, hogy egészen idáig Kazaksztánnak a nyugati feléig is kijött, tehát a Kaszpi-tengernek az északi partvidékére is. Persze ezek a határok nem voltak fixek, abban a korban nem beszélhettünk szigorú határvidékről. Mit akarok ezzel mondani? Az előbbi térképre emlékszünk, a magyarságnak az őshazáját valahova ide tesszük. A Kaspi-tengernek az észre, az Aral-tó, meg a Kaspi-tenger közé nagyjából. Tehát akkor látjuk, hogy valószínűleg valamikor az őseink hun alattvalók voltak, sőt, ha azt nézzük, hogy a hunok Ázsiából jöttek erre fel, tehát keletről jöttek nyugatra, és a magyarok is, akkor ez azt jelenti, hogy nagyon sokáig, tehát több évszázadig létezhetett egy hun-magyar kapcsolatrendszer, plusz meg mind a két név így feszítő név volt, hogy fogalmazzak egy hun királynak az idézetével. Ez az egyik elmélet, hogy sokáig alattvalók voltunk. Honnan tudjuk ezt? Az ázsiai hunoknak, amit Xiongnu-nak neveznek, de elfogadjuk most már, vagy elég régóta elfogadják ők már hunok, volt egy királyuk, Mao Tun, aki Krisztus III. Század elején úgy fogalmaz, idézem, hogy most minden így feszítő név egy családba egyesült. Tehát ez egy nagyon tág fogalom, nagyon sok így feszítő nép van Ázsiában, volt Ázsiában pontosabban, besenyők, hunok, jászok, tehát ezek a vándor népek mind így feszítő népek voltak. De mi is így feszítő nép voltunk. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy nagyon sokáig rokonságban voltunk. Tehát nem tudjuk meghatározni persze, hogy az így feszítő népek közül ki volt a magyar. Ez most olyan, mintha 1000 év múlva a régészek megkapnak egy farmenadrágot, és abban megint állapítsák, hogy az most magyar ember hordta, román ember hordta, vagy szlovák ember hordta. Ilyen volt az így feszítő néppel is a sztori, hogy egyszerűen nem lehetett tudni, hogy kiket foglalt magával ez a kifejezés. De, mivel tudjuk azt, hogy keletről jön, és a hunok is onnan jöttek, feltételezhetünk egy bizonyos kapcsolatrendszert, és nem csak kapcsolatrendszert, hanem átolvadást is, valamilyen szintű összeolvadást a két nép között. Tehát, amit akarok én mondani, hogy biztos, hogy volt kapcsolat a magyarság és a hunok között, és ez bele is ivódott a magyar gondolkodásban, meg a magyar hagyományokban. És a másik, amit állíthatunk, hogy a történelmi legendákban azért van valamilyen szintű igazság alatt, és ezt el kell fogadni, és ezen el kell gondolkozni. Jó, akkor tehát nagyjából ez a két fő elmélet van a magyarság, pontosabban igen, a magyarság eredetéről, a finnugor, meg a hun elmélet. Emellett persze vannak kicsi meredekebb elméletek is, mint például a sumér magyar rokonság, vagy az egyiptomi magyar rokonság, tehát ezt én most itt nem akarom sem bizonyítani, sem cáfolni, de léteznek ezek is, hát most kikire rá lehet bízni, hogy melyik tetszik neki, és fogadja el, ha akarja, de hát én ebben nem nyilvánítok véleményt. Jó, na és akkor a másik dolog, amit meg kell állapítsunk, hogy vagy meg kéne állapítsunk pontosabban, hogy mikortól számítunk mi magyarnak. Mert itt eddig arról beszéltünk, hogy honnan eredeztethetjük a vérvonalunkat, fogalmazzak így egy kis csarítva. Amit tudunk legelőször leírva ezt a szót, hogy magyar, vagy legalábbis hasonló formájában, az a 9. században volt, egy arab utazó írja le, ahol, aki a magyarokkal találkozik, valahol itt a Fekete-tengertől északra, és ő nevezi magyaroknak. Valószínűleg azért, mert hallotta a népnevet, amit egymás közt használtak, vagy egy törzsnevet. Nem tudjuk biztosan, miért nevezi magyarnak, de a lényeg, hogy ezóta tudjuk azt, hogy mi magyarnak nevezzük magunkat. A másik, amit tudunk, hogy ősi néptudattal, mert nemzetről nem beszélünk, ősi néptudattal rendelkezünk a csodaszarvas monda folytán. Tehát tudjuk azt, hogy valahonnan jöttünk messziről nagyon, és ez fontos megint. Na de, a fogalom maga az, hogy magyar, az honnan származhat? Tehát mikor alakultunk ki néppé, vagy fogalmazzak latinosabban, mikor történt meg az etnogenézis, tehát a nép születési folyamat? Sajnos a magyarság születésénél nem nevezhetünk egy, vagy nem beszélhetünk egy etnogenetikai nullpontról,
fogalmazok nagyon tudományosan, vagyis egy olyan pillanatról, amikor azt mondták magukra azok az emberek, hogy magyar. Tehát nincs egy olyan pillanat, mit tudom én, Krisztus előtt 2500-ban, hogy 17 órakor most már magyarok vagyunk, és 17 óra előtt, 16 óra 40 perckor még finnugorok voltunk. Tehát ez a pillanat nem létezik sajnos, és persze nem is fogjuk tudni ezt feltárni, de a keresését nem szabad abba hagyni, már mind a szakembereknek, mert erre tényleg egy fontos dolog van a nemzeti önazonosságunk, meg a néptudatunk szempontjából. Mert minden nép ott azt keresi, hogy honnan származik, és mikortól ered. Egyes népek tudják. Tehát itt a lényeg, amit én akarok mondani, hogy nem lehet egy egyenes vonalat húzni a magyarság keletkezésétől egészen a Kárpát-medencéig, hanem egy nagyon szétágazó helyzetről van szó. A másik dolog, hogy a származásunk kérdését nem feltétlenül a külföldi forrásokban kell keressük, mert azok nagyon szubjektívak tudtak lenni akkorjában velünk szemben. Tehát tudjuk, magyarok, illatító meccs megvonal minket, primitív barbárok, nyers húsevők, így tovább, ezek nem valami pozitív feedbackek a magyarokról, fogalmazza ki, és ebben ezért nem is igazán lehet rájuk alapozni. Inkább a saját néphagyományainkat, meg a saját forrásainkat kell keresünk. Az első ilyen forrás csak eltűnt sajnos. Az első András királyunk idején létezhetett, ez az úgynevezett ősgeszta, vagy őskronika, amire utal Anonymus is, a Gesta Hungarorumjában utal a képes kronika is, ami Bécsben íródott, ez az 1300-as években, de utal Kézai Simon is. Tehát létezett egy valamilyen ős krónika, csak valószínűleg Na és ebben lehet valamit következtetni, hogy honnan származhatunk. Na de, ahogy mondtam már, Kézai Simon jegyzi le a csodaszarvast, és a csodaszarvasból tudunk arra következtetni, hogy melyik volt az ős haza, tehát idézőjelben a magyarság ős hazája. Na hát ez, ahogy mondtam, valahol itt ezen a területen volt. A Kaspi-tenger az Aral-tó, és akkor itt a Perzsa Birodalom északi határvidéke. Ezt úgy nevezzük földrajzilag, hogy a Turáni medence, vagy a Turáni alföld. Tehát valószínűleg innen származhatunk. Tehát látjuk, hogy a két elmélet között, a hun-magyar elmélet között és a finn-ugor elmélet között, abban a szempontból, hogy hol volt az őshaza, olyan nagy különbség nincs. Mert a finn-ugor elmélet valahol ide teszi, a másik, a hun-magyar meg valahol ide teszi. Tehát azért nagyjából szomszédosak a helyek. Jó, tehát ezek után a magyarság, amit már tudjuk, tehát már bizonyíthatóan, elindul a vándorlására, és itt találkozik Bíborban született Konstantin bizánci császárral, aki egy nagyon tudós császár volt, tehát ő leírta azt, amit látott, és eléggé tudunk bízni benne, mert más forrásokban is látjuk, hogy eléggé konkrétan és objektívan tudott beszélni. Na tehát ő mondja azt, hogy a türkök, azaz a magyarok, tehát ő türköknek nevezi őket, látjuk itt is egy érdekesség van, hogy türknek nevezi a magyarságot, mert hasonló volt az életmódja az addig talált, vagy addig látott türk népekkel. Jó, tehát azt mondja, hogy egyik rész kelet felé Perzsia vidékén telepedett le, és ezek a türkök a régi nevén mostanáig rendíthetetlen szabírok. Tehát, mi történt? A magyarság, hogy tovább vándorol, az egyik, tehát két részre válik, az egyik része délfele megy, neki az kelet volt, mert a bizánci birodalomtól keletre volt Perzsia, és itt már úgy nevezik őket, hogy szabírok. Ezt a nevet nem tudjuk honnan van, mert ezt tehát nem tudjuk pontosan, mert először Bíborban született Konstantinnál látjuk ezt. Jó, és folytatja tovább, hogy a másik része levedi vezérrel nyugatra ment egy Etelküzű nevezetű helyre. Tehát itt látjuk, hogy két részre szakadunk. A mi részünkből fogalmazzak így, tovább megy nyugat fele, és ezen a területen, amit úgy nevezünk, hogy Levédia, levedi fejedelemnek köszönhetően, letelepedik. Ez valószínűleg a 7.-8. században lehetett. Itt azt mondják a történetírók, hogy itt létezett egy nagy birodalom, a Kazár birodalom, és hogy a magyarság fennhatósága alá került. Na már most itt is van egy probléma, ugyanis
A kazárokról azt mondták, hogy egy 12 000-es hadseregük volt. Magyarokról meg azt mondták, hogy 20 000-es hadseregük volt. Akkor már felteszem azt a költői kérdést, hogy ki kit uralt. Tehát itt megint vannak történeti logikátlanságok valószínűleg. De ez, amit mondtam, a kazár uralom, ezt a tankönyvekben így találjátok. Pontosabban a diákoknak mondva, a 6-os tankönyvben tudom, hogy rég volt, de ott le van írva ez a rész. Jó? Tehát az első fejedelmi személy, aki meg van említve a magyarsággal kapcsolatosan, az Lebedi vezér volt. Ő az, aki valószínűleg egyenes ági elődje Álmosnak és aztán Árpádnak. Nem egy időben éltek, ha bár Konstantin azt állítja, hogy egy időben éltek, de nem lehet, mert mondtam már, hogy a kazár birodalom az a 7. században volt, Álmos meg a 9. században volt Etel közben, tehát jó 200 év különbség van, tehát nem lehettek egymás között, tehát nem lehettek közeli rokonok. Jó, és akkor megyünk tovább. A következő rész, megnézzük azt, hogy hogy nézhetett ki a magyar társadalom ebben a korszakban. Tehát Konstantin szerint és a muszlim, vagyis az arab források szerint két ember vezette a törzseket, vagyis a törzsszövetséget. Az egyik a Kende, aki a főhatalmat viselte, a másik meg a Gyula, aki hadvezéri vagy bírói feladatokat látott el. Ezek alatt persze volt a 7 vagy 8, mert nem tudjuk, vagy lehet, hogy még 9 is törzs vagy nemzetség, de nevezzük őket törzsfőknek. Na és mi történik ezután? Etel közben egy nagyon fontos esemény történik. Ez volt a vérszerződés, amit Anonymous említ a Gesta Hungarorumjában. Miért volt fontos ez? Azért, mert ez az esemény, amellett, hogy szimbolikus jelentősége volt, tehát akkor nézzük is meg, hogy képzelte László Gyula történész ezt. Tehát ez az, amit úgy el lehetne fogadni, hogy nézhetett ki az egész. Valószínűleg lovon történt, tehát a magyarok mindent lovon csináltak. És a lényeg, hogy így kell elképzelni, tehát egy ilyen kürtszerűségben folyatták vele a vérüket. És mi volt a jelentősége? Az első dolog. Valószínűleg, hogy a törzs szövetséget szűkebbre kellett hozni, azért, mert előre készültek egy nagyon fontos eseményre, amely meghatározó volt a magyarság életében, és összehangolásra volt szükség. Most ez a fontos esemény, a következtethetünk, hogy az a honfoglalás, amit ma a honfoglalásnak nevezünk. A másik, az meg a duralkodó családnak a kiválasztása, tehát megesküdtek arra, hogy Álmos nagyfejedelem és az utódai lesznek férfiágon a magyarságnak a vezérei. Tehát, amit meg tudunk állapítani Etel közből, hogy ez egy stabil, erős állam volt, valószínűleg a mai Ukrajna, a mai Moldova és a mai Kelet-Románia területén feküdhetett. Persze egy nagy sík terület volt, azonban volt egy nagy problémája, ez a sík terület, hogy nem lehetett védeni. A másik dolog, hogy ebben a korszakban már feljegyzik a nyugati források, hogy a 850-es évektől kezdve Bécs alatt, a mai Nyugat-Magyarországon, a mai Dunántúlon már magyar seregek portyáztak, tehát még nem vagyunk bent a Kárpát-medencébe, és már magyar seregek portyáznak. Ez az egyik dolog. A másik, mondom, ez az erős államszövetség, amit Álmos teremt meg. Tehát fogalmazhatunk úgy, hogy a magyar állam az nem Szent Istvánnal jött létre, inkább úgy fogalmazzunk, hogy Szent István volt az első király, ez igaz, de az első állam alapító, és most az államot nem területre akarom érteni, hanem mint eszme, az Álmos volt igazából. Mert ő az, aki összefogta ezt a laza törzsszövetséget, és tudott egyeztetni majd szóval a törzsek között. Mert addig azért léteztek villongások egymás között. Na és akkor miért történik meg a honfoglalás?
A elfogadott elmélet szerint az az volt, hogy jöttek a besenyők, akik egy ugyanolyan harcos, lovas nomád nép volt, mint a magyar. A magyarokat tönkreverték, és a magyarok be kellett meneküljenek a Kárpát-medencébe, mert más lehetőségük nem volt. Na már most, kérdem én, ha egy rabló bemegy a házadba, összefogva szétrugdos, de utána bemész a másik házba, és ő szétrugdosod valakinek ugyanúgy a házát, lesz-e egyáltalán erőd rá? Tehát egy kicsit profánul élve a hasonlattal, de gondolkozzunk el. Tehát ha most a magyarságot tönkreverték a besenyő, utána hogy lett az, hogy elfoglalják a Kárpát-medencét, és a szószoros értelmében végig pofozták egész Európát. Tehát 100 év alatt megtörténnek a kalandozások, a honfoglalás, tökéletes győzelmet aratnak a magyar seregek, egészen 955-ig azt tudjuk, de hát ez később van, de addig semmi gond nincsen. Na hát akkor itt van a logikai probléma, hogy ez a dolog nem létezett. Valószínűleg ott voltak a besenyők, de nem rendelkezhetek akkor erővel, hogy a magyarságot megverjék. Plusz a másik dolog, amit említenek a források, hogy a magyarok családok nélkül, tehát férfiak vonultak a Kárpát-medencébe, mert a családokat szétszórták a besenyők. Ez sem állítható, ugyanis Anonymus egy dicsőséges honfoglalásról beszél, és leírja. Tehát 200 év alatt azért nem múlt el a nemzetnek az emlékezetéből, hogy történt egy honfoglalás. Tehát ez olyan, mint most az 1800, jó, egy kicsit, nem 200 év, de az 1848-as forradalomról elfelejtenénk bizonyos dolgokat. Tehát így képzeljük el ezt az egészet. Jó, a másik fontos dolog, amiért a Kárpát-medencét elfoglaljuk, az a természeti adottságai. Mert ahogy mondtam, az etelközi területek azok eléggé sík területek voltak, tehát akármilyen erős volt a magyarság, de azért könnyen támadható volt. A évtizedes portyázások során látták, hogy a Kárpát-medence azért egy könnyen védhető és gazdag terület, tehát akkor miért ne foglaljuk el? De azt is látták, hogy a Kárpát-medencében rendelkezik, vagy létezik egy hatalmi űr. Mi történt? Tehát ekkor ebben a pillanatban, szerencsénkre, nem volt egy általános uralom a Kárpát-medencébe, a déli részén, Erdély déli részén volt a polgárbirodalomnak a határvidéke, nyugaton volt a frank birodalom, a későbbi német birodalom határvidéke, északon meg a morva birodalom, tehát a mai csehek-szlovákok valószínű ősei. Ők folyton háborúztak egymással, de egy állandó terület nem volt, amit uralt valaki. Na ezt nevezzük a történelem fizikájának. Úgyis ez mit értünk ezen? Tehát ha egy területen ennyire széttagoltság uralkodó politikai káosz, akkor a mellette levő hódításra képes népeket vonza. Most ez egy meghatározásnak tűnt, de ez lehet a történelem egyik fizikája, hogy könnyen bevonza az olyan népeket az ilyen üres terület, ami már különben is erős. És akkor még ne foglalja. Tehát ez abszolút paraszti logika, nem kell sokat gondolkozni, mert ha valamit el tudok venni, és látom, hogy az senki, persze, hogy elveszem. Tehát kb. Ez volt a másik oka a honfoglalásunknak. Na és akkor nézzük meg, hogy tehát ahogy mondtam már, az etelközi besenyő támadásnak semmilyen alapot nem tudunk tulajdonítani, mert egyszerűen életszerűtlen. Tehát nem lehet az, hogy megvernek egy népet, tönkrevernek egy népet, és utána milyen jól szaporodik, család nélkül, érdekes, és utána tönkreveri Nyugat-Európát mindenféle harcban. Tehát ezekkel nem szabad így számolni. Tehát történelmnek is van logikája, amit nagyon figyelembe kell venni. Jó, a másik fontos elmélet, amit szeretünk említeni, az a kettős honfoglalás elmélete, vagyis magyarok várták a magyarokat a Kárpát-medencébe. Na ezt László Gyula történész állította fel, és elég logikusan is, ugyanis ahogy mondtam már, a Hun birodalom, mert aztán később az Avar birodalom, ugyanolyan nép, mint mi, tehát egy lovas nomád nép, elfoglalja a Kárpát-medencét. Megtörténhetett az, hogy egy csoport, vagy egy törzs a magyarok közül hozzájuk csatlakozott, és bejött velük a Kárpát-medencébe a 600-as, 700-as években. Tehát ha megtörtént az, hogy amit Konstantin említ, hogy a magyarok egy része Perzsiába ment, kettivált, akkor mi nem történhetne meg az, hogy az avarokkal együtt egy törzs, egy magyar törzs, de szépen betelepedett, és nagyon jól jöttek egymás mellett,
és több száz évvel később, amikor bejöttek Árpádék, akkor valószínűleg, hogy itt találták őket, és minden rendben volt velük, mert nagyon jól értek az avarokkal. Tehát a kettős honfoglalásnak kb. Ez az alapja, és nem is annyira logikátlan, ha belegondolunk. Tehát a mai gondolkodásmódunkat nem szabad visszavetíteni arra a korra. Ez helytelen dolog. És abban a korban Európában nagyon nagy volt a népmozgás, és a másik fontos dolog, hogy nem volt akkora a nemzeti öntudat, mint most. Tehát, hogy az a magyar törzs nem mondta azt, hogy hát akkor én most maradok a magyarokkal, mert lehet, hogy jöttek az avarok, és azt mondták, hogy fiúk, menjünk egyet rabolni, jöztök vagy nem. És akkor fontosabb volt ez. Tehát a törzsi kötelék volt fontosabb inkább, mint a nemzeti, hát mai szóval élve nemzeti kötelék. És ezekkel a dolgokkal nagyon kell számolni, amikor a magyar őstörténetet kutatjuk, meg a magyar honfoglalást. A honfoglalással kapcsolatban persze már nincsenek képeink, azt tudjuk, hogy 895-ben történt, a fősereg Verecké jön be Árpád vezérrel, mit jelentett a fősereg, az kb. 20.000-25.000 katona vagyis harcos lehetett, és a többi része az a keleti Kárpátok hágóin jött be Erdélybe, és onnan aztán fokozatosan foglaljuk el a Kárpát-medencét egészen 907-ig, tehát 907-es pozsonyi csatával, amikor megverik a kelet-frank birodalmat, akkor utána már senki nem köt belé, és kialakul a magyar állam alapjai pontosabban. A magyar nagyfejedelemség, így nevezhetjük ezt. Na de, a másik, melyek voltak, hogyan értek el ekkora sikereket a magyarok, és általában a pusztai népek, és ezt köthetjük a harcászatukhoz, mivel ez nagyon egyedi volt. Hát azt tudjuk, hogy a magyar az egy lovas nép, a gyerekeket már 4-5 éves koruktól lovaglásra tanították, és nagyon fontos volt ez az életükben, mivel azzal mozogtak mindenfele, és azzal érték el a sikereiket. A harcászati modor az megint a nyugat-európaiaktól nagyon távol volt, tehát egy megtervezett, jól szervezett harci taktikát alkalmaztak, tizedekbe, századokba, ezredekbe voltak szervezve, tehát nagyon szigorú és kemény fegyelem volt addig, amíg az a nyugat-európai hadaknál a harcos felöltött magára 40 kg páncélt, valahogy felültették a lovára, és akkor kezébe adták a fegyverét, le a sisakot, és elő a csatába. Tehát semmilyen nagy tervezés nem volt, hanem a nyers erőre alapozták a győzelmet. Na, a magyarok nem. A legkedvencebb hadicserük az a törpecsalás volt, tehát egy kisebb sereg a nyugati sereggel szembe ment, tettet visszavonulást folytatott, és utána persze a nyugati sereg azt látta, hogy hú, de kevesen vannak, na, megyünk utánuk. Közben egy olyan helyre csalták őket, ahol a többiek is ott vannak, és a magyar sereg többi része tervezetten persze nyílzáport zúdította a nyugati vitézekre. A legnagyobb része elpusztult, aki nem, azokat a szabjákkal lekaszapolták. Tehát eléggé fejlett harci technikával rendelkeztek, de ez már nem az én szerepem, hanem hagyom a Kerecsensólyon Hagyományos Egyesület tagjaira, hogy mutassák be nektek a fegyvereket meg a korabeli öltözéket. Köszönöm! És azzal kapcsolatos dolgokról fog szólni. A másik része inkább a fegyverzet, fegyverek használata, felépítése, stb. Esetleg gyártása.
Hát akkor én kezdeném is először az átlag ember viselete, esetleg a könnyű lovas viselet, fentről lefele. Hát ugye az első az, ami a fején hordtak, az a süveg. Na most már a süveg hétköznapi viseletre, úgymond puhápanyagokból készült, kényelmes puhaanyagból. A szerepe ugye nem kell mondani, mi volt az, hogy melegen tartsa a fejet. Többféle süveg létezett, tehát voltak olyan süvegek, ugye itt már elhallatszott, hogy sztyeppén elég sokat vándoroltak az őseim, tehát szeles vidékek, havas vidékek. Voltak olyan süvegek, amit most nem tudok megmutatni, de el lehet képzelni, hogy lelógó fülei voltak két óda, tehát védte a fülét az embernek, hátul meg le lehetett ülni körbe, bántották, védte a nyaki részt is. Melegbe felejtett ülni, felejtett bogozni. Körbe prémmel volt díszítve, ez általában jó bőr volt, vagy báránybőr. Az ugye mindig volt kéznél, nem volt drága, hozzá lehetett könnyen jutni. Mai keleti népeknél, ahol még ugye használatban van a süveg, tehát nem csak múzeumban vagy különböző hagyományőrző csoportoknál, ott előfordul, például ugye a mongolok vagy a kazakok. Ez is tróka, rókaprém. Nagyobb vezéreknél megtörtént még az is, hogy valami nemes állat bundáját használták fel, mint például a hópártuc bundáját, ugye az nagyon ritka állat és nagyon drága, tehát nem mindenki tudta ezt magának megengedni. Talán ennyit a süvegről. Lefele ugye a következő, amit a felső testén hordtak, az a mai szóval élve a kaftán. A kaftán szóisten igazából a úgynevezett török világ óta létezik, akkor jött be, akkor vált divatossá. Előtte a rövid felső ruhát, amit viseltek, az dolmánynak nevezték, az comb középig ért körülbelül, és a hosszú, amit leért egész a csizmaszáráig, az volt a mente. A menték azok általában vastagabb anyagból készültek, általában azt rávették a dolmányra, vagy ha nem is vették rá, azzal mentek hosszú útjaikra. Elég vastag anyagból készült, két oldalt volt felhasítva, ennek az volt a szerepe, hogy például amikor lóra ült az ember, a harcos, akkor annyira hosszú volt, két oldalt meg tudott nyílni, hogy a két combját, a lábait, elől a nyereg első részét, és még azok a dolgokat, amik a nyeregre voltak erősítve, takarta. Tehát védve volt a lába, hátul pedig a hátsó részébe takarta a nyereg hátsó részét, meg az ottani kellékeket. A dolmány alatt általában inget használtak, tehát viseltek. Több leletből is bebizonyosodott, ez nem részletezni, tehát utána lehet olvasni. A viselet, tehát a zárása a dolmánynak az addig, amíg a Kárpát-medencébe meg nem telepedett a magyarság, addig oldalt zárott, tehát nem elő gombos, hanem egyik irányba betűrték, befűzte madzakba valamivel, másikat másik irányra ráhatották, ottan is ővel rögzítették. Azután, megtelepedés után ugye nyugati népektől úgymond látták és kezdték átvenni azt, hogy középen gombolt és középen zárulik. Hát talán ennyit a kaftánról. Ugye utána jön a nadrág, általában bőnadrágot viseltek, alatta alsó nadrágot. Bőnadrágnak az a nagy előnye többek között, ugye, hogy egyrészt könny a mozgás benne, másrészt meg keletkezik egy levegő réteg, amely úgymond szigetel, tehát szelesítőben nagyon jó, megvédi a lábat a hidegtől. Utána jön a csizma általában bőrcsizma volt, puha szárú, nem kemény szárú bőrcsizma,
Voltak fűzős csizmák, amelyik fűzőre volt rögzítve a szár hosszon, volt amelyik csak simán belelépős. Az óra a csizmának hegyes volt és kunkori. E körül is sok elmélet folyik, még sokan próbálják megcáfolni ezt, vagy kiállni mellette. Isten igazából leletek alapján sikerült úgymond rekonstruálni. Főleg a női csizmák eléggé díszítettek voltak, tehát veretek voltak rajta hímzések, és sikerült rekonstruálni veretek alapján, hogy hogy is nézhetett ki egy gyakori csizma. Tehát ez elég egyértelmű. Másrészt, ha logikusan meggondoljuk, az van, hogy ugye lovas népről beszélünk, tehát fontos volt az, hogy a lóhátán felülni, leszállni könnyen tudja beakasztani a lábát, tehát azért a hegyes ólú csizmákban elég nagy szerepet játszik. Ugye későbbiekben láthatjuk a veszkó csizmát, ugye, annak is nem azért volt hegyes az óra, hogy vagánykodjunk a diszkóban, hanem azért a koppolyok ugye lóháton használták, tehát volt gyakorlati oka is annak. Igen, az öv, tehát említettem, hogy deréktájt volt a dolmány vagy a mente öve rögzítve. Az öv, az egy, hát Isten igazából úgy is lehetne fogalmazni, egy státuszszimbólum volt. Egy büszkeség a férfi embernek. Általában egyik vége, pontosabban csat utáni vége elbogozva és lelógott a tér magasságáig, majdnem a térdig. Az övnek ugye, gondolom mindenki sejti, az volt a szerepe, hogy különböző kellékeket, például az ivócsanak, tarsoly, különböző zacskók, és ugye a fegyverzet, ezen volt rögzítve. Az övön veretek voltak, ez attól függ, hogy ki mennyire volt módos, gazdag, mennyire volt vitéz, milyen szerepet játszott, töltött be a társadalomban, annak függvényében változó volt. Tehát van egy szívégi veret, és arra rá apró veretecskék kerültek rá, ugyanúgy a körbe az övön is. Azt nem lehet pontosan tudni, de vannak ilyen feltételezések is, hogy egyes vereteken apró fülecskék voltak, ami megkönnyítette, tehát nagyon gyorsan fel meg le lehetett pakolni például a fegyverzetet az övön többek között, vagy bármilyen más tárgyat, amit éppen hordtak. Tarsoly, hát a tarsoly, valószínű mindenki látott már tarsolyt. Volt rajta egy tarsoly lemez, amely veretes, domborított lemez volt, ez általában ezüstből vagy szegényebbeknél részből készült. Tarsolyban sok hasznos dolgot tartottak, ilyen volt például a kovakő, acél, tűz csiholáshoz, vagy póthegyek a nyílveszőkhöz hasonló dolgokat. Azt hiszem, hogy röviden ennyi lett volna. Nem tudom, ez mennyire látszik hátulról ivócsanak, de le is tudom szerintem. Belül veretés. Akkor hát is adnám a szót Levente barátomnak, aki picit a nomád páncélzatról, meg a nehéz, nomád nehéz lovasság viseletéről fog beszélni. Az alkarokat alkarvédővé tette, és a páncél teljes méretét, hogy elképzeljük, az körülbelül térdig érhetett, hanem még lenne. Középen volt egy választás, hogy rá lehessen ülni a lóra. Na most nehéz nomád lovasságról beszéltünk. Mit jelent ez? A nyugati harcos, nyugati könnyű lovas körülbelül 40 kilós felszereléssel rendelkezett. Ami állt egy körülbelül 18 kilós sobronyinkből, egy körülbelül 6-8 kilós láncharisnyából, 3-4 kg lánccsukja, és ezen volt még egy körülbelül
4-5 kilós, vagy talán könnyebb, talán nehezebb a sisak. Tehát, ha ezt összeszámoljuk, az durván 40 kiló. Nekem ez a darab páncél körülbelül 2,5-3 kilós. Tehát egy teljes bőrpáncél nem haladja meg a 10 kilót. Jóval könnyebb volt, mint a nyugati könnyű lovasság. Na most milyen levédett a páncél? Ez egy jó kérdés. Sajnos azt nem sikerült kipróbálni teljes egészében, mivel többi valószínű, nem ilyen bőrből készítették a páncélokat, hanem nyers bőrből, ami kemény volt, mint az asztalra. Egyes leírások szerint jó volt a bőrpáncél nyílvesző megfogására is, mindaddig, amíg a nyugati nehéz lovasságnak a lemezpáncéljai nem védték ki a páncéltörő nyílhegyek támadását. Ami egy nagyon jó páncél, ennek a fém változata. A bőrpikkelyek helyett fénypikkely van. Kelemen Zsolt magyarországi hagyományőrzőnek sikerült egy elég hiteles másolatot készíteni erről. 9 mm-es pisztolygolyóval kipróbálták és kibírta. Na most, abban a korban el volt olyan íj, ami ennek az erejét meghaladja. Körülbelül ilyen szinten lehet elképzelni, ez egy avarkori páncél volt. Páncélzatot körülbelül ennyit. Átadom Szabolcsnak a szót a kézi fegyverekkel kapcsolatos bemutató részre. Az első fegyver, amiről beszélni szeretnék, az a szabja lesz. Így elég nehéz mikrofonnal meg szabjával a kezembe, de megpróbálom. Tehát először elmondanám röviden, hogy milyen fegyver volt, hogy nézett ki egy honfoglaláskori szabja, utána meg megmutatom. Hát ugye a szabjának három fő része van. Van egy éle, egy markolata is, a keresztfas rajta. Azt látjuk, hogy a szabja éle, pengéje az enyhén görbített. Tehát ugye azért szabja, többek között fő jellemzője a szabjának az, hogy enyhén. A honfoglaláskori szabjának enyhén görbített, a későbbi időkben előfordultak sokkal nagyobb ívbe görbített szabják. Amivel önbe tartották a szabját, az általában bőrrel volt bevonva, vagy valamilyen más anyagból, de főképp bőrrel, mert ugye az volt mindig bőven. És díszítések voltak rajta, tehát a végén be volt vonva a fémmel, hogy ütődéseknél, meg hasonló koccanásnál ne kezdje ki a végét, tehát védve volt ezáltal. A felfogatási részeknél is fémmel volt burkolva. Honnan volt felcsatolva, és általában ezek a fémrészek díszítve is voltak rajta. Tehát veretek, vagy domborítások voltak rajta. A szabjának a keresztvasa, hogyha megnézzük jobban, akkor csónak alakú. Tehát enyhén elé, tehát fölfele, ha itt tartom a szabját, a penge fele görbülnek. Ezek négyzetes alakúak voltak, és a végén gombok voltak. A markolat, hogyha megnézzük, ez is egy picit dőlt, tehát azt jelenti, hogy nem egyenes folytatása a pengének. Ez egy jellegzetessége volt a magyar szabjáknak, tehát ilyen más népeknél nem fordult elő. Ugyanúgy azt hiszem jogosan kijelenthetjük azt is, hogy a szabját Európába az őseink hozták be, úgy mint szabja. Amit még tudni a szabjából, általában 70-80 cm hosszú volt a pengéje, pontosabban 70 körül. A markolata az körülbelül 15-18 cm, tehát így közben lehet mondani, hogy egy olyan 90 cm. Persze ez függött attól is, hogy a hordozója, viselője, mekkora ember, mekkora fegyver kellett a kezébe, tehát ez nem föltétlenül volt egyforma.
Azt hiszem, azt szabjál röviden ennyi. Következő fegyver, amit meg szeretnék mutatni, az a fogos. Ez egy nagyon-nagyon régi fegyver, tehát nem új keletű, és nagyon elterjedt volt, tehát nem csak a jősei használták, hanem rengeteg más nép. Úgy, mint fegyver későbbiekben, persze nem csak fegyverként, de főként annak volt, annak idején használva. A fogos az úgy néz ki nagyjából, mint egy palta, csak egy kisebb fej van felszerelve egy fanyír végére. A neve onnan adódik, hogy a fokán általában, hogyha megnéztek mind a kettőt, egy kidudorodás volt látható. Az lehetett ilyen gömb alakú gomb, mindennek, amilyen van a végén, vagy lehetett szögletes, elhegyesedő, ilyen piramis csúcsú. Ezek arra voltak jók, hogy nagyon könnyen be lehetett zúzni az ellenség páncélját, például a sisakját. Tehát egy ilyen bütyökkel, egy ekkora erőkarral, amikor oda lendítnek, akkor ott kőkövön nem marad. Az élével ugye lehetett vágni, tehát az egy értelmű. A nyílre való felfogásnál általában fémmel meg volt erősítve két oldalt, ez azért is volt, mert ugye, hogyha egy szabjával vagy egy vágó fegyverre szembe csapta, akkor ezzel ki lehetett védeni, tehát hogy védje meg a fanyelet az ütésektől. Megmutatunk egy-két összecsapás, persze csak lassan és finoman, csak azért, hogy szemléltessük. Elsőbe azt, hogy hogy lehetett például egy fokossal leszerelni egy szabját vagy egy kardot, mond a harcosát, tehát hogy lehetett eltöntölni a fegyverét. Igen, megmutatjuk. Fokosról későbbiekben is, amit említettem, előszeretettel használták. A pásztorok kedvenc eszköze volt ugyanúgy az átlag népé is. Hát azért ábrázolásokon, meg hát ha belegondolunk, még nagyapáink is piacra is fokos a karjukon volt, úgy mentek el. Tehát ez azért elég éppen maradt. Használatban most már amire nincsen, inkább dísztárgyként, de vannak, akik még használják. Oké. Látom, kitaláltátok, mi lesz szó. Igen, ez egy láncsa. Itt két szálfegyverről fog beszélgetni, az egyik a láncsa, a másik a kelemész. A kettő nagyjából ugyanolyan, teljesen más, vagyis pontosabban egyik fele akkora, mint a másik, tehát lényegében tényleg úgy néz ki, hasonló is.
A lándzsa ugye az egy hosszú egyenes nyél végére erősített hegy, amit általában kovácsoltak. A lándzsáknak a hegye 30-40 cm körül lehetett, volt. A nyele az általában 1,82 méter körül, ez megint attól függ, hogy ki használta. Tehát egy 2 méter 10 centis embernek biztos nem egy 80-as óta lándzsája. A kelevéz az általában sokkal rövidebb, tehát 1 méter körüli ugyancsak hajtófegyver volt. A hegye viszont az jóval rövidebb volt, tehát 8-10 cm, tehát így képzeljük el kb. Ekkora. A kelevéznek az volt a nagy előnye, mivel kis helyen elfért, rövid volt, nem is volt nehéz, tehát egy harcos lohát 4-5-öt el tudott magáról vinni. Tehát mikor már annyira közel került, hogy már az íját nem tudta használni, akkor éhetett a kelevíz, ha már az sem, akkor jött a szabja. A lándzsát azt nem csak dobásra, sőt Isten igazából nem is annyira dobásra használták, tehát lehetett szúrni vele, és elég hosszú volt a hegye, tehát az éleki volt fenn, vágni is nagyon jól lehetett a lándzsába. Harcászaton kívül előszeretettel használták, vadászaton is egyik jó példája, ugye a vaddisznó az a vadászat lándzsával. Akkor egy picit megmutatnánk ezt is, hogy egy lándzsa szabja ellen például, hogy mit lehetett csinálni, mire volt jó. Kapcsolatban azt még elfelejtettem mondani, most jut eszembe, ami elég nagy hiba lett volna kihagyni. A szabjának a fokán is volt egy kifent rész, körülbelül 30-40 cm, amit úgy neveztek, hogy fokél. Na most ennek a fokélnek az volt a hatalmas nagy előnye, hogy például harc közben, amikor a szabjával odasult valaki, és kilédik, ugye, akkor a szabjának az ívéből adódóan megvan az a hatalmas előnyük, hogy egy csukló fordulattal teljesen a hegyet befordul, és már akár 20-30 centivel közelebb van a célponthoz, és egy húzással például elvágtuk az új pereceket, vagy egy döféssel be tudunk döfni. Ezt megmutathassuk szerintem. Támadjuk fejre, ugye, kivédjük. Egy normál karnál ebben az esetben nincs mit csinálni, leveszünk, nincs másokat. Szomjánál viszont megszorítunk. Már is. Elnézünk. Cégirányban. Tudjuk volna még egy szabja, vagy egy karda, mindegy, megpróbáljuk. Támadjuk nyakra, ugye kivédte, vagy esetleg, ha annyira van lecsúszott a keresztfasig, ugye, hogy keresztfas kívül fel. Ha befordítom, beindulok, egyet húzok is, elvállom az ujját. Például azzal már is harcképtelen, nem tudja a fegyőt használni. Amúgy, legyen vissza a mikrofon, mert folyton felejtem. Amúgy a szabjának még az is nagy előnye volt, hogy aránylag könnyű fegyver, sőt nagyon könnyű. Könnyen kezelhető volt, tehát apró csukló mozdulatokkal lehetett kezelni, és általában úgy is kezelték. Ebből kifolyólag nagyon kiszámíthatatlan is volt, tehát aki tudta kezelni rendesen a szabját, annak úgymond szinte nem volt ellenfele. Például mutatok egy vágás. Fejre indított vágásnál, ugye az ellenfél arra számít, hogy fejem fogom találni.
nagyon gyorsan kikanyarítunk és alulról elhasítunk. Egy másik irányba kikanyarítunk és honnan átcsapok. Tehát a szabja súlyából és tulajdonságából adóban ezt nagyon könnyen meg lehet csinálni, meg is lehet. Azért, mert nem lehet is könnyen lehet. Tehát, hogyha megnézzük, két ujjal, már indul is. Tehát nem kell egyenlőre. Hát azt hiszem, hogy az én részem nagyjából ennyi. Akkor Levente folytatja a többivel. Röviden beszélünk az íjakról is. Na most az íj és a nyílvessző volt a magyar fő fegyvere. Magyarok nyilaitól mencs meg uram, minket így fohászkodtak a nyugatiak. Így néz ki egy íj. Leajazó. Egy kicsi segítség, hogy kell. Három fő része van, van középen a markolat, van a két végén a merett szar, és van középen a rugalmas kar. Ez egy nomád visszacsapó íj. Azért visszacsapó íj, mert mikor fel van aljazva, akkor az ellentétes irányba előfeszítjük, és az ideget, vagyis a húd beakasszuk. Emiatt már kezdetben elég nagy ereje van, ezért volt sokkal erősebb, mint a nyugati botíjak. A rugalmas karok a legérdekesebbek. Ez egy utánzat, ez nem pont így nézett ki, egy picit vastagabb volt, de a lényege ugyanaz. A háti oldalon, vagyis a külső részen inak voltak, állati inak. Ez vagy szarvasmarha, vagy szarvasnak a láb inai volt felragasztó. Középen volt egy fa mag. Az vagy juhar, vagy tiszafa lehetett, ő valószínű. És a belső részen szarú volt. Ilyesmi. Általában szürke a szarvasmarhának, vagy bizonyos fajtáknak a szarvai. Most mi volt ennek a lényege? Modern mérnökök is felfedezték, hogy hajlítás esetén a külső rész nyúlásnak van kitéve, és a belső rész nyomásnak. Kívül az inak nagyon jól ellenállnak a húzásnak, körülbelül négyszer olyan jól, mint a fa, és belül a szarú nagyon jól ellenáll a nyomásnak. Körülbelül tízszer olyan jól, mint a fa. Középen a fa pedig egy összekötő réteg volt. Most ez a három réteg általában ennyivel volt összeragasztva. Tokhalnak az enyve volt erre a legjobb ragasztó módszer. Azért volt enyvel ragasztva, mert nagyon rugalmas. Tehát az alapváltozás esetén nem töredezik meg, hanem képes alapot változtatni, és ezért nem bomlott szép az így. Egy magyar íjnak az ára kb. 200-300 arany volt, ami a korabeli nagyvárosi kőháznak az ára, vagyis úgynevezett palotának az ára volt. Azon kívül, hogy egy nagyon jó fegyver volt, nyugati harcos, hogyha kézbe kapott egy ilyesmit, nem volt mit kezdeni vele. 4 éves korban kezdtek el íjászkodni, egy nagyon nagy tudás kellett már a felajzásához, amit nem sokára meg fogok mutatni. A hordással, vagyis a távolság, amire el lehet lőni, sokkal nagyobb volt, mint a korabeli nyugatiaknak a hordása. Állítólag 250-300 méterre vitt el egy íj egyes források szerint. Az íj körülbelül kétszerűen erős volt, mint ez. Ez körülbelül 50 font, körülbelül 25 kilónak felel meg. A korabeli magyar íjak 80-90 fontosak voltak, kétszerűen erős, mint ez. Ha én ezzel előlök 300 métert, akkor elején biztos előttek 400-500, egy kétszer ilyen erős íja. Amúgy egy érdekesség az íjászat világából, körülbelül a 14.-15. században a török janicsár átadott a Boszporuszorost, ami 807 méter. Tehát egy szűk kilométert lehetett lőni íja. A magyarok ezt lóhától használták, de hogy egészen pontosan hogy használták, ezt egy pár perc múlva elmondja. Röviden kitérek a lövedékre és a nyílvesszőre. Nyílvessző nem más, mint egy darab fal, egy darab vassal az egyik végén és tollóval a másik végén. Juharfából készülhetett, tiszafából. Kísérleteztünk többféle faanyaggal, fenyő, dűk, juhar, nyárfa, majdnem mindenből lehet nyílvesszőt készíteni, különböző tulajdonságokkal.
a végén a toll a stabilizálást eredményezi, azért, hogy ne kirúgjon a nyílvessző repülés közben. Különbözőféle fajta hegyeket használtak. Annak függvényében, hogy vadászatra, céllövészetre, harcra használták a hegyeket, különböző fajta volt. Ez az úgynevezett lóbosszantó, vagy invázó hegy, ennek az volt a lényeg, hogy sebet ejtsen. Nem feltétlenül halálos sebet, hanem hogy inakat vágjon el, vagy vadat sebesíteni, hogy vérezzen és látszódjon, ami ma nagyon jó volt. Ez a páncéltörő hegy. Láthatjuk, hogy hosszú, elvékonyodó. Ennek ugye kicsi sebet tudott csak okozni, viszont át tudta ütni a páncélt, akár a lemez páncélt is egy jól célzott lövéssel. Ez egy nagyon érdekes hegy, általában céllövészetre vagy madarat lőni használták, egy dupla hegye van. Ezzel majdnem azt eredményezünk, mintha két nyílvesszővel lőnénk egymáshoz nagyon közel. Nagyon pontosan lehetett lőni. Ez egy egyszerű harci vagy vadászhegynek is lehet használni. Röviden ennyit a hegyekről. A magyar harcos úgynevezett tegezben, ilyenfajta tokba hordott a díját, az övre csapóra. Közben nyugodtan lehetett lovagolni, mert nem zavart be. És bal oldalán voltak. Jobb oldalán egy puszdrát vagy vesszőtegezt használt, benne 20-25 nyílvesszővel. Viták vannak afelül, hogy a nyílvesszőnek a hegye felfele vagy lefele. A manapság inkább így használjuk, mert könnyebb használni, viszont elképzelhető az, hogy az ilyen komplikáltabb hegyekkel elég nehéz lenne kivenni a vesszőket és megsérteni a többit. Ezért többi valószínű felfele használtak. Hegyen felfele. Röviden szemléltetném a magyar harcmodort is. Nagyon érdekes volt, nomád harcmodor volt. Körülbelül úgy kell elképzelni, hogy előttünk áll az ellenfél. Rendezett sorokba, mi vagyunk a magyarok. Nagy távolságról lövéseket adunk le, és pedig lóhátról, és miért lóhátról. Azért, mert vágtázunk az ellenfél fele, egyet lövünk. Tegyük fel, hogy 270 km/h sebességgel megy a nyílvessző. Az ellenfélnek a nyilai, hogyha ugyanazt is tudják, nekünk hozzáadódik a lóvágtájának a sebessége, ami kb. 330 km/h. Hogyha olyan erős nyilunk is van, az ellenfél nyilai mégis előttünk földet érnek, a miénkek pedig vagy átérik a páncélt, vagy a lókoponyáját. Ezáltal a másik dolog pedig az, hogy vágtázott a harcos, lőtt egyet, és utána hátrafordult a sor végére. Jött a következő, ugyanazt csinálta. Ezért írja a sok történész a magyarokról, akárcsak a hunokról, avarokról, szkitákról, mongolokról is, hogy forgószélszerűen támadtak. Most ez elképzelhető, hogy nem egy túlzás, hanem valójában egy forgószél alakulhatott ki, egy ilyen fajta mozgás volt az egész. Amúgy nagyon rendezetten végezték ezt az egészet, akárcsak Szilárd, ahogy mondta, tizedekbe, századokban és ezredekben voltak csoportosulva, és így végezték a felpuhító támadást. Most ezután következett a roham. Miután megbomlottak az ellenfél sorai, rohamba betámadtak az ellenfél sora közé. Na most ide kellett a páncél. Akármennyire is le van nyilazva az ellenfél, van ott épp ember páncélba, és így védtelenül nem sok esélye volt a magyarnak. Többi valószínű külön nehéz lovas osztagok voltak ennek a feladatnak az ellátására. Célszerű volt kopjával vagy láncsával betámadni ide. Itt jött be a képbe a láncsa, a fokos és a szabja. Hogyha úgy vélték, hogy a roham alatt túl erős az ellenfél, akkor menekülés színleltek. Menekülés színleltek, és az volt a nagy előnyük, hogy lóháton voltak és könnyű lovasok voltak. Az ellenfélek a korban, főleg Bizánc és Nyugat-Európa, aki ellen harcoltunk,
nehézlovasságot, lemezpáncél, fémláncig, tehát több 10 kilós fegyverzet. Azáltal, hogy én könnyebb vagyok, én meg tudom határozni, hogy milyen távol legyen tőlem az ellenség. Bevárom pár 10 méterre vagy pár méterbe, és 3 vagy akár 10 méterről olyan pontosan tud lőni az ember, hogy belövi a páncélnak a rostélyát, és kilövi az ellenfelet. Sokan azt mondták erről, hogy gyáva harcmotor. De gondoljuk egy kicsit el az egészet, hogy én teszem magam, hogy menekülök, mint egy gyáva. És mind hátrafele lövök. Kikértem meg, hogy kövessenek. Tehát itt az ellenfél mohóságát, nagyra vágyását használják ki. Nem elég neki, hogy győzött, az életedet is el akarja lenni. És azt a magyar kegyetlenül megnyitette. Ez volt a lényege a magyar harcmotornak, és körülbelül így lehet az egészet elképzelni. Nagyon sikeres harcmotor, és ha jól használják, akkor szinte bármilyen ellenfelet le lehet győzni. Amúgy a magyar lovasság szinte egyáltalán nem volt ráutalva az ellenfél területére, mivel felszereléséhez tartozott egy könnyű tiszafanyerek, 6 kg köles, 6 kg szállított és őrölt hús, 6 kg tejpor, 1 kg sor. Ez körülbelül vízzel áztatva és főzve 120-130 kg élelem, ami 6-7 élelmet jelent, tehát több mint 40 nap élelem. Körülbelül ennyit szerettünk volna elmondani. Igen, megmutatom, hogy olyozzuk fel az íjat. Segít, akkor fogunk tartani egy bemutatót ott is, igazából az egy más jellegű lesz, tehát más szemszögből megközelítve ott a fegyverek használata fog előtérbe kerülni, tehát különböző alakzatok, íjászat, hogy használták a fokos szabját, stb. Tehát, hogy tudjatok róla, oda is szívesen látunk.